ne? Ugye kezdődik a maraton, Jézusuk a Prabhu megkérte, hogy egy kicsit beszéljek Srila Prabhupáddal kapcsolatos dolgokat, pár történetet és pár maratoni hangulatot. És hát lesz egy pár régi történet is, most sok történet lesz ahhoz, hogy próbáljunk rámeditálni, megérteni Srila Prabhupádnak a természetét, az ő hangulatát, hogy akkor tudjunk így meditálva részt venni a maratonon. El is kezdjünk, aztán majd beszéljünk egy pár ilyen filozofikai pontokat. Hát első, ami hozta Srila Prabhupát, ugye ő mondta, hogy mi hoztunk a Krishna tudatot, Úr Csaitanyának a missziót, ami Krishna irányi szeretet. És ő maga volt a példa, az egész, amit hozta, ugye ez nem volt csak egy elmélet számára, hanem ez volt számára megvalósított gyakorlatok, és ő teljesen meg volt győződve. Ugye mielőtt indult volna Amerikába, akkor Radha Damodar templomba élt, miután 59-ben kapta szanyász avatást, akkor ott sokáig élt. Radha Damodar templomba írta első köteteket Srimad Bhagavatamról, Bhagavad Gita-t, és onnan kijárt Delhibe nyomtatni vissza Istenhez újságokat, és utána ment osztani. De valahogy tudta, mi a misszió, ugye Úr Csaitanya, vagy a Bhaktisiddhanta Maharajtól megkapta, de valahogy aggódott, hogy mi lesz, hogyha elmegyek Amerikába, ebbe a világba, ott nem lehet tudni, mi van ott. És egyik alkalommal, amikor konyhába volt, a Radha Damodar templomba, ugye aki volt Radha Damodar templomba, akkor ott van egy kis ablak, konyhában van egy kis ablak, és így Rupa Goswami szamádit lehet látni. És egyszer ott, mikor állt, akkor csak látta, hogy a szamádiból kilépett Rupa Goswami, és odajött hozzá, és mondta, hogy nem kell aggódni, csak nyugodtan menj nyugatra, mert neked nem lesz hiánya semmibe. Majd Krishna, majd mi küldjünk követőket, küldjünk pénzt, szóval nem lesz neked semmit, te csak legyél eszköz, és akkor csak menj el. És mikor ezt elmesélte Rupa Goswami, akkor látta Srila Prabhupát, hogy Rupa Goswami mellett, meg mögötte ott van mindenki, egész parampará, mindenki ott volt. És ez volt egy ilyen meggyőző pont, amikor Srila Prabhupát utána már csak szervezkedésbe ment, hogy hogyan fog eljutni Amerikába. És ugye, ahogy látjuk ezt a verset itt, Yatra Sri Yogisvara Krishna, Yatra Yogisvara Krishna, ahol van Krishna, ahol van Arjuna, akkor ott minden lesz, ott lesz gazdagság, erény, tudás, győzelem, nincsen semmi vesztenivalót, és akkor fegyverezkedve Krishna tudata, Srila Prabhupát elment. És amikor már volt templomok, és nem mesélek egész történetet, Srila Prabhupát életrajzot, hanem egy pár történetet, akkor egy pár régi, egy pár újat, akkor egyik, amikor ugye volt Prabhupád már templomban, Amerikában, már volt templom, és egyik hippi lány, 15 éves, betévedt oda templomba, és akkor fogadták a bakták, kérdezték, hogy igen, miben tudjunk segíteni, és akkor ez a lány mondta, hát én Istent keresek. Ó, Istent keresel, tudjunk segíteni. És akkor felvitték templom emeletre, megnyitották a szobát, és akkor ott ült Srila Prabhupát és Gargamoni Prabhu, ők pénzügyeztek, hogy a Gargamoni Prabhu ő egyik első közötti pénzügyes volt ISKCON-ban. És mondták, és akkor meglátta Prabhupát ezt a lányt, és mondta neki, ülj le egy kicsit, és akkor azt ott leült,
és akkor ők számolnak a pénzeket. És akkor mondja Silla Prabhupád, hú, ezek a centek, ez hova mennek? Hát ezt most erre gondoltam költeni. Nem, egy centet se lehet erre költeni. Utána tovább beszélnek, megint számolnak, utána mondja, és akkor mi van a könyvekkel? Nyomtatással, mi van a pénzzel? Hát gondoltuk, hogy most csak ennyi pénzt költjünk rá. Nem, a könyvnyomtatásra minden centtel költsünk el. És akkor így igazából Prabhupád nagyon részletesen bement minden centbe. Ez a lány, aki Istent keres, gondolta, na, megjöttem. Kerestem Istent, itt is pénzről van szó. És akkor várta, nem tudom mennyi ideig várta, utána csak felrobbant, nem bírta már tovább, felugrott és kiabálta. Azért jöttem ide, hogy megtaláljam Istent! Srila Prabhupád felháborítottatlanul ránézte, azt mondta, ő vissza, jó helyre jöttél! És tovább pénzezett. És akkor ez a lány utána beköltözött. Szóval Srila Prabhupád nagyon gyorsan tudta, az a szeretet, ami benne volt a szívébe, az nem kellett sokat, hogy csak meg tudta győzni. Hogyha kedvesen beszélt, vagy ilyen határozottan, az mindig csak megvásárolta, elvarázsolta embereknek a szívét. Ugye egyszer jöttek a tanítványai, és mondta Srila Prabhupád, hát önt mindenki szeret. Hogy lehet ez, hogy mindenki szeret önt? És akkor Prabhupád mondta, azért, mert én mindenkit szeretem. Ugye nála ez nem volt színjáték, ez nála volt egy őszinte. És utána a másik, ami én múltkor meséltem, de nem voltak, gondolom, egy páron, akkor elmesélek azt is. Ez egy nagyon jó történet, ami a Acharya Prabhaka, egyik Prabhupád első tanítványa, aki 54-ben kapta avatást Prabhupádtól, ő elmesélte egy ilyen történetet, amelyikről Srila Prabhupád sosem mesél senkinek. Szóval, hogyha nem mesélt volna Acharya Prabhaka Prabhu, akkor nem tudtunk volna róla. Prabhupádnak a megvalósításairól. Jhanszi-ba voltak, és 54-ben volt, Janmashtami volt, de Acharya Prabhaka Prabhu valami dolgaik voltak Delhi-be, és akkor elutazott Delhi-be. Nagyon későn jött haza, éjfél után hazajött, és akkor ott lefeküdt aludni, és ilyen körülbelül egy óra után, kettő körül, hallotta nagy kirtánt. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És csak így próbálta elaludni, zavarta őt ez a kirtán, de nem tudta elaludni. Aztán feladta egy pillanatban, gondolta, megnézem mi van. Bement a templomszobába, és amit lát, hogy Srila Prabhupád egyedül táncol, és akkor itt szalad egész templomszobába, mindenhova, mridanga van a nyakába, és akkor énekel, és csak el van merülve, és akkor szól a mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aztán Acharya Prabhaka Prabhu meséli, hogy érezte, látta, hogy én a Srila Prabhupád teljesen el van merülve, és érezte különleges illatát a templomszobában, nem tudta ez micsoda, és látta, hogy Prabhupádnak a nyakába egész ilyen hosszú-hosszú egész földig kadamba virágból fűzér. És ő azt mesélte, hogy azon a Jhanszi helyen ott nem nőnek a kadambának a ilyen jó virágok, ott, hogyha beszállítanak a virágárosok, az ilyen pici, de ezek ilyen teniszlabda nagyságú voltak Prabhupád nyakába, és nagyon nagy illata volt. És akkor oda ment hozzá, és próbálta megkérdezni, akkor ugye még Swamiji volt, a Bajcsarán, meg akarta itt kérdezni, hogy honnan van ez a fűzér, de Swamiji csak énekelt, és mridangázott, és nem volt képes kommunikálni vele, és akkor csak énekelt. És másnap, ugye nagyon kíváncsi lett, és másnap, mikor kikereste, vagy kiválasztotta időpontot, mikor Prabhupád egyedül volt, akkor oda ment hozzá,
és kérdezte, azt mondta, Swamiji, nem Swamiji, hanem a Bhai Babu, kérlek, mondd el, hogy mi volt tegnap, honnan volt ez a... Ja, mikor, mi volt tegnap, mi történt, erről semmi nem mesélte. És utána mondta, volt az a csodálatos virágfűzér, ami csodálatos illatokkal rendelkezik, az mi, ez honnan volt? El tudnám mesélni. És akkor Prabhupát így elkezdte mesélni, behunyta a szemét, és akkor mondta, hát tegnap Janmashtami volt, és akkor én egyedül énekeltem Krisnának, és egy idő múlva a szívembe éreztem ilyen halvány emlékeztető a szeretetre. És mikor erre így éreztem ezt a halvány emlékeztető szeretetre, akkor kinyitottam a szemeimet, és láttam előttem áll Krisna. És akkor én rögtön dandaváltot ajánlottam neki. Jó, nem, Krisnának a nyakában volt az a fűzér. És akkor ő levett, és nekem ajánlotta. Én rögtön dandaváltot ajánlottam, és mikor felkeltem, és akkor már nem volt. És mikor ezt elmesélte, akkor elkezdte ugye nagyon sírni, és akkor elkezdte így, hogy hívják volni? Nagyon így záporozni? Záporozni a könnyű szeméből. Ugye Srila Prabhupád ilyen szinten volt, és senkinek sosem mesélte ezt a történetet. Ezért egy nagy áldás a Acharya Prabhaka Prabhutól, hogy ő ezt elmesélte. Szóval ez volt a hangulat, ezzel a hangulattal jut Srila Prabhupát adni Krishna tudatot. Ezt, amit ő szívébe volt, ugye ez a báva, ezt rakta be a könyveikbe. Minden egyes oldalon, ugye ott van Srila Prabhupádnak a hangulata, a tudat szintje, amikor valaki nem is érti könyveket, de olvassa, ő társul Srila Prabhupáddal legmagasabb szinten. Szóval az ő a szeretetje. Akkor máskor volt egyik alkalommal, Pradyumna Prabhu, igen, Pradyumna Prabhu, ő mesélte, hogy hogyan egyszer Srila Prabhupád egy pillanat alatt elmesélte védikus filozófiát, ilyen hindu filozófiát. Amikor pont ilyen telefonok voltak, én nem nagyon szeretett telefont használta, de nem nagyon szerette. És mindig mondta, hogy nem értem ezt a telefon, minek kell. Amikor ember jön hozzánk, akkor előtte felhívja, és megmondja, mindjárt jövök. Azt mondja, teljesen fölösleges. Hát nálunk Indiában ilyen nincsen. Azt mondja, Indiában az a filozófiánk, hogy ajtó tár nyitva, ablak nyitva tár, hogy kell mondani ezt helyesen? Hogy? Tárva nyitva? Tárva nyitva. Ajtó tárva nyitva, ablak tárva nyitva, szív tárva nyitva. Ezt mondta a Prabhupád, és a Pradyumna Prabhu elmesélte, hogy ez gyakorlatban is így volt Prabhupádnál. Azt mondja, amikor még csak először jött templomba életében, ő jött, előtte írt Prabhupádnak összesen 2 levelet, és Kanadából jött át, valamelyik városba, Amerikában, nem emlékszem melyikbe, New Yorkba, igen, New Yorkba volt, és éjfélkor odaérkezett, kopogott a templomba, zárva volt, és nem engedték. Hát ő lelkes volt, addig kopogott, ameddig bakták nem adták fel, és akkor inkább beengedték. És beengedték, mondták, gyere, itt tudsz aludni, és azt mondta, bement a templomszobába, a gyasramba, és annyira sokan voltak, hogy így nehezen volt közlekedni. Nagyon lelkes volt, de lefekült aludni. És akkor próbálta elaludni, de nem tudta elaludni. Körülbelül 2-3 óráig ott csak forgott, aztán csak felkelt, mondott, itt nem lehet aludni, elmegyek Swamijihez. És akkor szépen így kikerülve minden alvó baktát, kiment az udvarba, és akkor bement második épületbe, ahol Srila Prabhupádnak volt a kis lakóosztálya. És akkor ilyen 3 környékén kopog az ajtóba Prabhupádhoz. És akkor az ajtóból ilyen lelkes, nagyon kedves ilyen, ki az?
Hát én vagyok a Paul a Montrealból. Ó, Paul Montrealból, de jó! És akkor elment, megnyitott az ajtót, gyere be! Hogy vagy, mi van ott Montrealban, mi újság? És akkor úgy, mintha már örök ismerte volna őt. És akkor be, és akkor leültek, mesélte, beszélgetett, akkor Paul kérdezi, aki a Pradyumna Prabhu lett, azt mondja, hogy hát miért nem alszol meg, kedves Swamiji, vagy már? Hát tudod, én egykor már felkelek, dolgozok egy kicsit, de jó, hogy itt vagy, örülöm neked. És akkor mondta, tudnál segíteni egy kicsit? Persze, persze. És akkor Prabhupát készítette leveleket küldeni, és akkor régen Amerikában ilyen mérlegre kellett rakni, és gramra kellett fizetni a leveleket, és akkor így Paul fogta a mérleget, és akkor Prabhupát így neki felmérte. Vagy így mért, és akkor küldte. Ez volt az ő első szolgálata. Szóval ez volt a Srila Prabhupádnak, hogy tiszta, nyitott ajtó, ablak és a szív. És a Srila Prabhupád mindig ilyen volt, mindig nagyon nyitott volt. Amikor volt Sudam Prabhu mesélte történetet, hogy hogyan áll hozzá Srila Prabhupád azokhoz, akiknek vannak nehézségei Krishna tudatban. A Hawaii szigeteken volt egy templom és egy étterem. És írták Prabhupádnak az idős tanítványai, hogy az történik, hogy most vannak nagy problémáik Hawaii szigeten, és a Sudam Prabhu nem akarja együttműködni, és éttermet maga alá akarja gyúrni. És akkor Prabhupád mondta, hogy akkor beszéljünk vele, találkozzunk. És akkor elmentek, és akkor találkoztak, és akkor mondja, Srila Prabhupád kérdezi, azt mondja, hogy hát ugye minden, ami a tanítvány kap, az minden a Krishna gurui, ugye a lelki tanító mesternek hozzá tartozik, és akkor Krishnához. Igen, igen, minden. Az azt jelenti, hogy minden, ami a tanítványai, az mind Krishna, a lelki tanító mesteré. Igen, mondta Sudam Prabhu, nagyon jó. Akkor az étterem az ki? Az enyém, mondta Sudam Prabhu. És akkor Srila Prabhupát látta, jó, hogy ez a hangulat, akkor mondta, jó, akkor legyél boldog, rendben, akkor csináljál, ahogy tudod. És akkor jöttek a tanítványok, utána elutaztak, és máskor jöttek az idős tanítványok, és akkor tanácskoztak Srila Prabhupáddal, azt mondták, hogy most ő ezt csinálta velünk, fogta, elvitte egy éttermet, akkor lehet, hogy menjünk bíróságra, valamilyen következményet neki, hogy legyen büntetve, vagy valami, csináljuk meg. És akkor ezt így próbálták tanácsolni, és akkor majd meséltek, hogy akkor Srila Prabhupád, akkor elgondolkodott egy kicsit, és utána válaszolt, azt mondta, nem fogunk semmit büntetni, mert a mi mozgalomnak az alapja a bizalom és a szeretet. Mert ezen az alapszik lelki élet. Hogyha mi nem fogunk szeretni és bízni másokat és másokba, akkor nem lesz lelki dolog a mozgalomba. És akkor tanítványok ezt hallották, ez komoly. De utána, mivel ő sértés követte el Sudam Prabhu lelki tanítómester ellene, akkor elindultak sok-sok nehézségei. És akkor már nem gyakorolta Krishna tudatot, el is akarta menni ISKCON-ból, és mikor Srila Prabhupád megtudta, akkor mondta, hogy mindenféleképpen szeretnék vele találkozni és beszélni. És megszervezték a bakták. Jashi Shraddha Shama Sundar Ki Jai. Megszervezték bakták találkozót, és amikor Srila Prabhupád szobájába belépett a Sudam Prabhu, akkor Prabhupád felugrott, és oda ment hozzá, és elkezdte így kiabálni rá. Mit csinálsz? Hova mész? Hogy nézel ki? Miért van ez a haj rajtad? Milyen ruhában vagy? Miért akarsz elmenni? És akkor itt olyan nagyon, nagyon hangosan szídult, és Sudam Prabhu mesélte, hogy azt mondta, amikor ő szídult engem, ezt a szeretet, ami benne volt, hogy hogyan ezt éltem meg, milyen fájdalom a Prabhupád, hogy most megy el, azt mondja, az én szívem teljesen szét volt hasadva,
És én, és ott voltak még az idős bakták, mindenki hallgatta, és akkor én csak ott álltam, és hát belül azt mondja, sírtam, szóval teljesen Prabhupádnak ez a szeretetje, ez nagyon erős volt. És utána Prabhupád megfordult a többi baktákhoz, és azt mondta, hát ez a ti hibátok, láttatok, hogy van nehézsége, miért nem fordultok hozzám, vagy miért nem segítettek neki? És akkor elkezdte így nagyon-nagyon lelkileg, vagy hogy mondjam, érzelmileg meg volt viselve Srila Prabhupád, hogy tanítványa el fog menni. Ugye Sivaráma Maharadzsa is mesélte régi-régi leckéken, hogy mikor valaki ment el, hogy Prabhupád sírt nagyon, amikor valaki elmegy a mozgalomban. Nagyon meg volt viselve. Szóval ez a Srila Prabhupádnak a hangulata, ugye, és gyakorlatilag ez a maraton, amit mi csináljunk, ez úgy is lehet mondani, hogy a szeretet, Prabhupád szeretet maratonja, ha csak menni és adni másoknak a szeretetét, amit megkaptunk Srila Prabhupádtól. Ugye, mert igazából ő más nem csinálta, azért jött, csak akarta adni. Ő másokért élt, ugye, mert szeretet azt jelenti mindenkinek mindent, semmi magamnak. Ugye, így mondta, így élt Prabhupád. Hogy hívják a Gargamuni Prabhunak a testvérét? Pramananda Prabhu. Igen, ő is mesélte. Amikor Vrindávánban már voltak 77-ben, és Srila Prabhupád készült elhagyni a világot, ott feküdt, és már több hónapja nem evett semmit. Amikor ott feküdt, és bakták jöttek énekelni, és Pramananda Prabhu is mindig jött és énekel Srila Prabhupádnak. És hát nem tudom, biztos sokan látták filmet, utolsó tanítások, ugye Srila Prabhupádról, hogy ő hogy nézett ki, nem evett. És hát gondolom, eléggé testileg kényelmetlen az egész, majd megtudjunk hamarosan. És hogy? Gargamuni? Brahmananda, bocsánat. Brahmananda Prabhu, ő beteg lett, és két hetet nem tudta jönni Prabhupádhoz énekelni. Le kellett feküdni, lázas volt, és nagy, szóval nem tudta jönni. Két hét múlva jött megint énekelni, és úgy szóval Srila Prabhupád, hát ő nagyon halkan már tudta, alig tudta beszélni halkan, hogy valamit beszélt baktákkal, és a Prabhu ahhoz, hogy ne zavarjon Prabhupádot, akkor elkezdte halkan énekelni. És Prabhupád észrevette, hogy Brahmananda énekel. Akkor gyorsan odahívta hozzá magához, és elkezdte mondani, na hallottam, beteg voltál, most már jó vagy, nem fáj, jó érzem magamat. Ott fekszik Srila Prabhupád, minden kényelmetlen, ami csak lehet nála, ő neki a fejében van, hogy hogy érzi magát a Brahmananda Prabhu. Ugye ez volt a fő, ami érdekel Srila Prabhupádot. Szóval ez, amit ő hozta nekünk, és hogyha mi próbáljuk itt most meditálni maraton alatt Srila Prabhupádon, akkor tudjuk nagyon lelkesen menni, és akkor megpróbálni átérezni ezt a hangulatot, amilyen Prabhupád, milyen hangulatban volt. Ugye, amikor ő osztott könyveket, erről Indra Gyumna Maharadzsa mesélte. Nagyon jó történetet, hogy egyik, nem emlékszem melyik templomban, egyik alkalommal bejött egy vendég. Beérkezett, és mondja, szeretnék találkozni Swamiji-vel. Ja, Swamiji-vel? Jó, ott van a templomszobába. És akkor ő bement a templomszobába, és elment Prabhupád Murtihoz. És akkor oda megállt ott, és akkor ott sokáig valamit beszélt vele, beszélt. Utána csak észrevette, hogy ez egy nem élő, ez egy murti, szóval rögtön nem realizálta. És mondta, de hát én jöttem Swamiji-hoz, de ez nem élő. De hol van a Swamiji? És akkor bakták mondták, ott van a kertjébe. És akkor kivitték, kikísérték ezt a vendéget, és eljöttek, és akkor ott volt Indra Gyumna Maharadzsa, Swamiji. És akkor mondták, itt van. Igen, igen, értem, hogy ő, de az a Swamiji, aki templomban ott, olyan, őt keresem. Hát ő már 77-ben elhagyta a világot.
hú, nagyon keserős, nagyon elszomorodott, és akkor mondta, Indra Gyumna Maharaj mondta, jó, gyere, gyere, ülj le, beszéljünk egy kicsit, és akkor kérdezte, te ki vagy, mit csinálsz, és akkor ő elmesélte, hogy igazából egyszer csak, amikor sétáltam New Yorkba, 60-as évek közepén, akkor hozzám szalad egy idős indiai ember, aki elkezdte velem beszélni valamit, amit nem is értettem, hogy mit akar mondani, mert ez az indiai akcentus nem bírtam megérteni. És valamilyen ilyen görbeféle könyveket elferdett, nekem így kezembe mutatta, és akkor próbálta. És mentünk egész egyik soroktól másik sorokig, és utána azt mondja, hogy mondta nekem, amikor már mentem át a zebrán, akkor mondta nekem, hogy hát rosszul tanjálsz, nagyon sajnálom. Ezt mondta neki az utolsó, amit mondta Prabhupád, és akkor azt mondja, átmentem túloldalra, visszanéztem, akkor látom Swamiji már megy másokhoz, és akkor mutatja a könyvet, és akkor így beszél. És akkor erre valahogy azt mondja, egy pár hónap múlva csak egyszer csak vegetariánus lettem, utána elkezdtem érdeklődni a jóga után, így elkezdett változni az életem, és megint találkoztam a baktákkal, megint találkoztam a Krishna tudattal, és jöttem templomba, és jöttem, ahol volt Prabhupád, és sokszor nála voltam a szobában. Nem, a szobában, vagy a szoba udvarban, szoba előtt, mondjuk fal alatt, és nyitva volt az ablak, és akkor azt mondta, hallottam, hogy ő hogyan nyomkodja a írógépet. És azt mondta, hogy az írógépnek a hangja az a legjobban, amit utáltam az életemben, mert anyukám ő ilyen gépész, vagy hogy mondják, író. Írónő volt, és ezt megutáltam. De mikor Prabhupádnak a hangukat hallottam, amikor ő gépel, akkor én tudtam, hogy ezt Krisnának csinálja, és akkor nagyon, nagyon kellemes hanga volt ennek az egésznek. És mondja, hogy ő mindig, mikor beszélgettünk, én csak mindig ezt a szeretetet éreztem, semmi mást. De aztán voltak vágyaim, és elkerültem baktáktól, elvitt engem egy lavina az életembe. Kerestem a boldogság után, kutattam, de nem találtam sehol. És egy idő múlva rájöttem, hogy én igazából évek során csak ezt a szeretetet keresem, amit kaptam Swamiji-től annak idején, de nincsen sehol. És ezért most jöttem vissza. Szóval akkor így elmesélte a Indra Gyona Maharajnak, és akkor azt mondta, és akkor előttem ide vissza a Swamiji-hoz, és ő már elment, és akkor elkezd sírni. És akkor Indra Gyona Maharaj mondta, nem baj, ne aggódj, itt vannak a követők, jó lesz, csak maradjál itt. És azt mondta, igen, igen, de ki fog engem itt szeretni? És akkor tovább így sírta. Szóval így Prabhupád így megtudta, olyan hatalmas volt, hogy meg tudta olvasztani a szívüket, és hogyha mi adjunk könyveket másoknak, akkor meg fog olvadni a szívük. Most, amikor voltam Moszkvában, Szentpéterváron, nekem ott van unokatestvérem. Jó kis ateista gyerek. Ilyen frankon beszél, ilyen zsargonon mindenről, és akkor Krisna tudatról is a zsargonon velem beszélni szokott. De ott voltunk Ambarishi Maharajjal, egyik már nem Prabhupád tanítványa, de ő is egy szanyászi. És akkor ott volt egy ilyen Sankirtan fesztiválos program, és akkor testvéremet mondom, gyere el, és akkor elvittem. Akkor ott meghallgatta a baktákat, meghallgatta a kirtán előadásokat, megvette önmegvalósítás tudományát, utána írt nekem kész. Hát ez a könyv, ez megfordította. Most pár napja beszéltem vele, azt mondja, kész vagyok, megváltozott az élete, én most csak Prabhupádra gondolom, hogy milyen volt a Prabhupád, és most elmentem és vettem könyveket, és képzeld el, most megvettem csomó könyvet, és nekem van ilyen weekend ház, ugye oroszul dácsá, hallottatok, ugye dácsá, a dácsára, mert ott tele van szellemekkel, rém, nem tudok aludni, azt mondja, libabőrös vagyok mindig. És azt mondja, Prabhupád könyveket csak odavittem, kiraktam magam elé,
És minden megtisztult, kész Prabhupád, nem kell semmi babuna, nem kell semmi talizmán, csak a Prabhupád könyvek, és ez valami hatalmas dolog, valami történik, nem értem, és a feleségem észrevette, anyukám, mindenki, szóval dzsapázni akarok. Szóval ez a Swamiji-nak az élete, és hogyha mi csak közvetítjünk Swamiji Srila Prabhupádnak a könyveiket, akkor úgy, amit Prabhupád mondta Krisnának, hogy Krishna, csak azzal a feltétellel megyek anyagi világba, hogyha megígéred, hogy azok, akik nekem segítenek misszióban, azokat visszaviszünk lelki világba. És Krishna mondta, tatasztó. Szóval, hogyha mi részt veszünk, mi úgyis részt vegyünk, mert mindig visszaveszünk, most lehet még egy kicsit jobban meditálni. Most ugye van anartha nivritti, de most maraton ez anartha pravritti. Ugye anartha nivritti, mi mikor egész évben próbáljuk rossz dolgoktól tisztulni, de kell artha pravritti, jó tulajdonságokat elsajátítani. És a maraton ez erre tökéletes. Csak próbálni menni, és nagyon szeretni minden embert, és próbálni neki odaadni, és próbálni meghallgatni, és hogyha van ez a hangulat, akkor fognak venni könyveket. Mert Srila Prabhupád Úr Csaitanya fog hatni mi keresztül. Meg egy utolsó pici dolog, hogy a kis, hogyan ezt meg lehetne csinálni. Ugye Srila Prabhupádnak volt egy cél, szóval nem csak úgy ment, és majd lesz valami, ami lesz. Neki volt egy vízió, volt egy cél. Nekünk is érdemes a maratonon egy céllal csinálni. Amikor 10. fejezetbe, 10. vershez írt Prabhupád, ugye Csaturslokának a egyik vershez írt Prabhupád magyarázatot, ő rögtön ott céllal kezdi, hogy azt mondja, nagyon fontos legyen cél. Mert hogyha van cél, akkor az útot is fogunk látni. És természetesen nekünk a cél ez a Krishna Prema. De ez nagyon messze van, ahhoz kell, hogy legyenek kis célok. És nagyon fontos vyavasayat mika buddhi, ugye cél irányt lenni. Ugye, hogy megtervezni, hogy akkor nekem ezen a napon ez a célom. És akkor próbálok elmenni a cél felé. Általában azok, akik nem itt születtek, ugye minket abban anyagi világban arra tanították, hogy ne legyél célirányt. Mert mit jelent, hogy gyerekkortól valaki célirányt? Ez azt jelenti, hogy makacs. Ugye azt mondta, te makacs vagy, te nem fogadod a szüleiknek, te mindig akarsz, amit te akarsz, nem lehet így, nem kapsz fagyit, csak azt kell csinálni, jó fiú legyél, jó kislány legyél, csak hallgass, amit mondanak a szülők, és akkor megtanították céltalan életet élni. Ugye aztán utána az élvező céleket ráerőltetnek az emberekre. Na most van lehetőségünk maraton alatt, nem hallgatni, ami az utcán fognak mondani nekünk, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, hanem próbálni lenni célirányt. Ugye koncentrálni a célra, hogy van egy abszolút, vagy van egy maratoni cél, hogy milyen, mennyit szeretnék könyvet, adományt elérni, és akkor napi szintre lehet bontani, és akkor napról napra van egy cél. Ugye erre a legjobb, egyik legjobb példa az a Sri Pati Prabhu, amikor mesélte Braja Prabhu róla, amikor Pécsen osztott, hogy bakták, akivel együtt volt, még mérgesek is voltak rá, mert annyira koncentrált maratonra, Radha Krishna Prabhu biztos tudja, hogy senkivel nem beszél semmit, hogy csak cél, és egyet, ahogy tudom, mondta, hogy adjatok a kegyeteket. Ez volt a mantra egész maraton alatt, és akkor csak ment cél, és akkor lehet látni, hogy Sri Pati Prabhu csodákat csinálta, az hihetetlen dolgokat. Én mikor hallottam, azt mondta, hát ez misztikus, nagyon misztikus. És ezért próbáljuk mi is, hogy lesz cél. Céltalanul nagyon nehéz, mert akkor úgyis lesz valami eredmény, mert Krishna értékeli, kint vagyunk, de hogyha van célunk, legyen először olyan cél, hogy elérjünk, legyen sikerélmény, fontos. Legyen sikerélmény, és mikor van sikerélmény, önbizalom, Krishnába bizalom, Úr Csaitanyába bizalom, mert ők adnak, mert valameddig mi tudjunk elérni, de nagyobb célokat ott már kell Krishna, Úr Csaitanya, Srila Prabhupád, bakták áldás kegye, hogyha mi így cselekszünk, csináljunk, akkor csodák lesznek, misztikus dolgok, mert Prabhupád mondta, ez egy
az egész Krishna tudat, vagy a Hare Krishna meditáció, ez misztikus meditáció. És amikor a jógik kérdezték, hol van a te misztikus képességek Prabhupádtól a Kumbh Mélán, Prabhupád mondta, az én misztikus képességem itt vannak. És akkor behívta a tanítványokat, és kirtán. És énekelte kirtánt. És a jóginak, ugye volt ez a nagy jógi, 700 éves jógi volt, a követők kinevették a Prabhupádot, hogy mert jógi ezelőtt mutatta ilyen dolgokat, például olyan misztikus ereje volt, hogy aki megérintette a lábát, az meggyógyult. Ugye, mert 700 év azért lemondások után meg lehet ilyet is csinálni. Sok minden mutat a csodát. És mikor látták, hogy Prabhupád behozta amerikai tanítványokat, és ott kirtánt csinálták, akkor nevették, hát ez miért, ez milyen misztikus. És oda nézték a gurujukra, a misztikus jogira. És a misztikus jogi az felállt, összetett kézzel, és akkor elkezdte könnyezni a szemeit, és azt mondta, hogy igen, mi itt meditáljunk, vezekeljünk, de mi egy embernek szívét nem tudtunk megváltoztatni. És most annak a vezeklésnek, amit én nagyon, amit nem tudnak követni emberek, amit én csináltam 700 évének, most kaptam az eredményét, most kaptam lehetőséget társulni tiszta baktával. És akkor hódolatot ajánlott a Prabhupádnak. És akkor a többi követő, hoppá, szóval ez a misztikus dolgok, amit tudja Srila Prabhupád. Nekünk nem kell misztikus legyünk, csak próbáljuk meg egy kicsit elmerülni, meditálni Prabhupádnak a hangulatára. Köszönöm szépen. Sisirad Hashama Sundar Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitai Gora Premanandi, Hari Hari Bo. Gora Bhakta Vrinda Ki Jai. Köszönjük szépen, Bhaktipátprabhunak a szép leckét. És ahogy láttátok már a Kali újságon, most reggeli következik, az jó hír. 10-től lesz a megint bhajan, 10 órától fogunk beszélni a maratonnak a makójáról, és 4-11-től megkértünk több baktát is, hogy beszéljen arról, hogy mit jelent számára a könyvosztás, mit jelent számára a maraton, és természetesen élményekről is, szankirtanos élményekről fognak beszélni a bakták. Kérjük mindenkit, aki csak tud, akkor jöjjön el, még hogyha nem tud menni teljes időbe, akkor is. És utána 12-15-kor pedig fogunk beszélni, ugye Bhakti Pátról beszélt most a tervekről, hogy akkor hogyan tervezzük meg a maratont és a praktikus egyéb dolgokról lesz, a könyvelésről, stb. És 13 óra 20-kor pedig lesz egy kis lakoma itt a templomszobában, akkor várunk mindenki szeretettel. Köszönjük szépen! Srila Prabhupád ki! Jaj! Srila Prabhupád Sundar ki! Jaj! Srila Prabhupád könyvosztó maraton ki! Jaj! Jaj! Hari Bol! Granataraj Srimad Bhagavad Gita Chaitanya Charitamrita ki! Jaj! Madhupati nektár, különböző